Genetikai kontroll alatt azt értem, hogy a hiedelem szerint a gének irányítják a személyiségünket. Az epigenetikai kontroll majdnem ugyanúgy hangzik, de az epi azt jelenti valami fölött. Tehát az epigenetikai kontroll a génektől feljebb érkező irányítást jelenti. Ez az, amit észrevettünk, hogy a környezet, és főleg az, ahogyan érzékeljük a környezetünket, megváltoztatja a genetikai aktivitásunkat. Ezek szerint nem vagyok áldozat, mert meg tudom változtatni a környezetemet, az érzékelésemet, és egyszeriben, ha ezt meg tudom tenni, akkor irányítani tudom a génjeimet. Az áldozattól az uralomig, a genetikától az epigenetikáig. Éppen most született a fiam. 3 napja gyönyörű kölyök, és azon gondolkoztam, hogy ha 2 évvel később születne meg, úgy értem, akkor is ezeket a génjeimet kapná, vagy akkor nem ugyanaz lenne, hiszen genetikailag nem tudom megváltoztatni, bármilyen pozitívan gondolkozom, igaz? Nem igazán. Meg tudod változtatni. Másképp öröklődne? Igen, nagyon is. Például, ha a szülőknek születik egy gyermekük, úgy nevelik, mint első gyermeket. Oké, így fogjuk nevelni, de utána, ha megszületik a második gyermek, már annyiféle tapasztalatuk van, hogy a második gyermeket már másképp nevelik, mint az elsőt, és ugyanígy a harmadikat is. A lényeg, hogy kezdhetem ugyanazzal a genetikával, mint az őssejtjeim, ugyanaz a genetika, de a környezet az, amiben a gének találhatók, az fogja meghatározni a kifejeződésüket. Tehát a 2 fiúban máshogy fejeződ neki a genetika. 2 eltérő ember ugyanazokkal a kromoszómákkal és DNS struktúrával. Azt kell megérteni az epigenetikáról, ha megváltoztatjuk a gén leolvasását, az nem változtatja meg a gént. Ha X génnel születtél, akkor mindig is X géned lesz. De az, hogy hogyan fejezi ki magát, az életeden, a személyeden, a viselkedésen, a környezeteden múlik, és ez az, ahol kapsz egy génképet, megkapod a kártyádat, ahonnan kiolvashatod a génjeidet. Történetesen pont az egyik vezető kutatónk az Emberi Genom Projektnél, amikor megkapta a saját genetikai leírását, volt ott egy idézet, amin felnevetett, amikor elolvasta. Azt mondja, ahogy ezt nézem, nem tudom megmondani, hogy kék vagy barna szemem van. Ki tudom olvasni az összes gént, de az eredményt nem tudom, mert a génekből és a környezetből áll. Ha csak a gén lenne, akkor pontosan meg tudnám mondani, mi lesz. De a legnagyobb részét meg tudod változtatni azáltal, ahogyan élsz, ahol élsz. Körülbelül 7 betegség van, amiket egyetlen gén okoz. Ezek között van a vérzékenység, ilyen az agyi bénulás is, vagy a Tay-Sachs-Core. Nagyjából 7 nagyobb betegség van, amit egyetlen gén tud okozni. Ha ez rajta van a génkártyádon, akkor tudni fogod, hogy ezzel lesz dolgod. A többi betegség számos génből áll. A rákhoz legalább 12-14 gén kell, szóval nem csak pusztán a véletlen műve. Nem leszel rákos egyetlen gén megváltoztatásával. Legalább 12-14 gén kell hozzá. Ezek szerint ennek a valószínűsége véletlenszerű? Nem. Ténylegesen létrehozzuk a rákot, és nem megteremteni is képesek vagyunk. Vannak, akik spontán gyógyulást tapasztalnak. De nem a biológiájukat változtatják meg, hanem az elméjüket. Ha a kaukázusinak születtem kék szemekkel, ezt nem fogom epigenetikával megváltoztatni? Nem könnyen. Egyáltalán nem. Válasszuk külön a géneket 2 nézőpont szerint. Vannak gének, amik a testet hozzák létre. Ez egy szerkezet, robotszerű. De vannak gének, hogy hogyan fogunk viselkedni, reagálni, milyen kihívásokkal fogunk szembenézni. Azok a megváltoztathatók, amiket napról napra tudunk változtatni a viselkedésünk és annak következményei által. Ez nem a gént változtatja meg, hanem annak a leírását. A gén a vázlat. Ez a legnagyobb baj a világban, mert a génről valamiféle illuzórikus elképzelésük van sokaknak, hogy a gén kibe kapcsol. Tegyük ezt tisztába. A testet 100 000-nyi különféle protein építő kocka alkotja, olyan, mint egy óriás legókészlet, 100 000-nyi különböző darabka. Összerakod egy módon, és izomsejt lesz, összerakod más, hogy agysejt lesz. Különbözőképpen rakhatod őket össze, ezeket a darabokat hívjuk proteinnek. A kérdés az, honnan a fenéből jönnek a proteinek? A válasz pedig, hogy a DNS egy tervrajz a protein felépítéséhez. Itt kezdenek elfajulni a dolgok, mert ez egy vázlat, semmi több. Miért fontos ez?
Mert ha elmész egy építészhez, aki egy tervrajzon dolgozik, és odahajolsz, hogy megkérdezd, elnézést, a tervrajzod be van kapcsolva? Úgy nézne rád, hogy megőrültél? Ez egy tervrajz, nem lehet kibekapcsolni, és pontosan ez a helyzet. A gén egy tervrajz, nem képes ki- és bekapcsolni önmagát. A génnek fogalma nincs, mit csinál. Az elképzelés szerint pedig ezt a hatalmat egy tervrajznak adni mindig is hiba volt. Nem a vázlat érdekel minket, hanem a kivitelező, aki az alapján fog dolgozni. Ki az építész a testemben? Az elme.